Áldott az Isten, ami Úrunk Jézus Krisztusnak Atya, aki újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámasztása által. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim így fennállva a 601. énekünket. Igéddel áldj meg bennünket, Urunk! Ülve maradva imádkozzunk. Megváltó Urunk Jézus Krisztus, hálásan köszönjük, hogy mielőtt rájöttünk, hogy Te hiányzol az életünkből, Te már hívtál minket magadhoz. Köszönjük, hogy ma is azokat hívod elsősorban, akiket annak idején, mikor itt jártál a földön, akik fáradtak és terheket hordoznak. És köszönjük, hogy olyan békességet kínálsz és adsz a benned hívőknek, amilyet el sem tudunk képzelni. Megvalljuk neked, hogy főleg a nyugtalan, gőgös büszkeségünkből van szükségünk arra, hogy hozzád jöjjünk. Bocsáss meg, hogy olyan sok kudarc után is még mindig sok önhittség és gőg van a szívünk mélyén. Szeretnénk most megalázni magunkat előtted. Valljuk, hogy Te vagy a királyok királya és az uraknak ura, és köszönjük, hogy a benned hívőket, a hozzád hűségeseket Te egészen megtisztítod, megszenteled, és dicsőségedben részesíted. Kérünk, segíts most belsőleg is elcsendesedni, és ebben a hazug világban ajándékozz meg a Te igaz igéddel, sokféle nyugtalanság és aggódás között a Te békességeddel, sok vereségünk és száz bukásunk után veled folytatott győzelmes élettel. Amen.
Isten igéjét Sámuel első könyve 18. részéből olvasom, a 18. rész 5-től 14-ig terjedő verseiben így szól Isten igéje. Ha Dávid harcba indult, sikerrel járt mindenütt, bárhova küldte Saul. Ezért a harcosok élére állította őt Saul. Tetszett ez az egész népnek, még Saul udvari embereinek is. Egyszer, amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusok leveréséből tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé, Izrael városaiból, énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, vígan és három húrú hangszeren játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek. Megölt Saul 1000 embert, Dávid pedig 10000 embert. Erre igen megharagudott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta, Dávidnak 10000 tulajdonítanak, nekem meg csak 1000, még majd a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. Másnap megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, és révületbe esett a házában, Dávid pedig a lantot pengette, ahogyan minden nap szokta. Saul kezében lándzsa volt, és Saul feléje dobta a lándzsát, mert azt gondolta, hogy a falhoz szegezi Dávidot. De Dávid két ízben is kitért előle. Félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott. Ezért eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredessé tette, hogy ki és bevonuljon a hadinép élén. Dávid pedig minden útján sikerrel járt, mert vele volt az Úr. Amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket ér el, rettegni kezdett tőle. De egész Izrael és Júda szerette Dávidot, mert ő vonult az élükön ki és be. Kedves testvéreim, sokan olvassuk most Sámuel első könyvét naponta bibliaolvasó kalauzunk szerint, és ez a fejezet következett a mai napra. Ma már többször gondoltam arra, hogy jövő vasárnap, ha Isten éltet minket, az új szent vacsora részesei lehetünk. Idejében szoktam készülni az úrvacsorai közösségre, és ez a fejezet igen alkalmas arra, hogy valaki becsületes önvizsgálatot tartson, és amit Isten tisztátalannak lát az életünkben, attól megszabadítjuk. Tegyük ezt most, így együtt legyen ez előkészület a jövő vasárnapra. Amiről itt olvastunk, az Krisztus előtt 1000 táján történt. Saul, Izrael első királya, állandóan kénytelen volt hadakozni a filiszteusokkal, és ebben a háborúban egy idő óta nagy segítsége volt Dávid. Dávid akkor került be az udvarba, amikor Isten segítségével, hatalmából Góliátot legyőzte, és kiderült, hogy nem csak így szólóban, hanem csapatban is kitűnő harcos, nagy sikereket ért el, és egyre magasabb tisztséget adott neki Saul király. Azt olvastuk itt, hogy éppen egy ütközetből tél haza a győztes sereg. Végre egyszer ők győztek, és nem a filiszteusok. És az volt a szokás, hogy ha győzelem után tél haza a sereg, akkor az asszonyok, akik várták a katonákat, dicsőítő éneket énekeltek és körtáncot lejtettek. Érthető volt ez, hiszen ki a fiát, ki a férjét, ki az apját várta haza, ha életben maradt, sebesültem vagy egészségesen. Most győzelem után jöttek, éppen ezért győzelmi ének hangzik. Rövid volt az ének, mindössze ennyi, megölt Saul 1000 embert, Dávid pedig 10000 embert. És senki nem sejtette, hogy ez az ének
lavinát indít el. És ettől kezdve Saul egyre jobban gyűlölte Dávidot, és számos kísérletet tett arra, hogy megölje. Ki hitte volna? Pedig csak az örömüket öntötték énekbe. Pedig csak a tényeket próbálták költői módon valahogyan megállapítani. Nagy győzelem született, túlerővel szemben győztek, megölt Saul 1000 embert, Dávid 10000 embert. Néhány egyszerű, de számunkra tanulságos igazságot vegyünk észre ebben a történetben. Az első az, hogy nem gondolná az ember, milyen nagy baj támadhat egy meggondolatlan megjegyzésből. Megölt Saul 1000 embert, Dávid 10000 embert, hangzik az ének, mindenki örül, és Saul szívében előbb keserűség, aztán harag, aztán bosszú, aztán gyűlölet, gyűlik, és ez az összegyűlt gyűlölet ölet, gyilkossága sarkalja őt. Pedig hát egyszerűen csak örültek ezek az asszonyok. Ki hitte volna, hogy egy ember szívében ez így visszhangzik, ilyen visszhangot vált ki. Hiszen senki nem akarta megsérteni a királyt. Valami szépet és nagyot mondtak róla. Megölt 1000 embert. Hát az nem kevés. Ez bizonyos, csak ne jött volna utána a másik mondat, hogy Dávid meg 10000. Ez volt tőle, Saul szívébe. Majd látjuk, hogy miért. És ettől kezdve következett az be, amit olvastunk, hogy nagyon megharagudott, nem tetszett ez neki, mert erre gondolt, Dávidnak 10000 tulajdonítanak, nekem csak 1000, még majd a királyság is az övé lesz. És ettől kezdve gyűlölte Saul Dávidot. Először csak keserűség, sértettség, aztán harag lesz belőle, aztán ha tartja a haragot valaki, akkor az hatalmába keríti, és gyűlöletté válik. Ennyire igaz, amit Jakab ír a nyelvünkről, meg a beszédről, amikor azt mondja, hogy kicsiny tűz mély nagy erdőt felgyújt. A nyelv is kicsi, de veszedelmes dolgokra képes. Egyetlen mondatnak milyen szomorú következménye lehet. De azért vizsgáljuk meg, hogy valóban a tényeket állapították meg ezek az asszonyok, amikor ezt énekelték. Csak ugyanez történt. Saul megölt 1000, Dávid megölt 10000. Most nem a számok érdekesek, az örömük van ott emögött, hogy vége győztek, de mintha valami, valaki hiányoznék ebből az énekből. Nem úgy kellett volna mondani, hogy áldott az Isten, aki győzelmet adott nekünk Saul által, meg Dávid által. Nem ez felelne meg jobban a valóságnak? Mire ment volna Saul? Mire ment volna Dávid Isten nélkül? Volt erre példa, hogy mire volt képes Saul Isten nélkül? Ez a nagy győzelem nyilvánvalóan Isten ajándéka volt. És sokszor elhangzik hívő emberek örvendező imádságaként, hogy adott az Isten győzelmet. Ő segített minket győzelemre, vagy győzelemről győzelemre. Vagy ezt kegyeskedésnek találják a testvérek itt is. Állapítsuk meg a száraz tényeket. Győztünk, ki volt a vezér? Saul meg Dávid. Dicsőítsük őket. Ez jellemző ránk. Holott a győzelmeket Isten adja, és a dicsőség egyedül őt illeti. Aztán utána megszabad köszönni azoknak, akik Isten kezében eszközök voltak, de nekik kellene leginkább tudniuk, hogy csak mint Isten kezében eszközök váltak használhatókká. Olyan szép az a Cselekedetek könyvében,
amikor Jézus Krisztus elkezd ugyanolyan csodákat tenni az ő apostolai által, meg a benne hívők által, amilyen csodákat ő maga tett korábban mennybe menetele előtt, és sokszor elkezdik dicsőíteni az apostolokat, a hozzá nem éltők, azok azonnal tiltakoznak kézzel, lábbal, nem mi, hanem az a Jézus cselekedte ezt általunk, akit ti megfeszítettetek, akit az Isten feltámasztott, aki az ő szent lelke által hatalmasan él bennünk, és élhet bennetek is, ha hisztek benne. Világos beszéd. És abban a pillanatban, mihelyt elkezdték őket dicsélni, meg ne lopjuk az Isten dicsőségét. Isten megmondta, hogy dicsőségemet másnak nem adom. Nem a tényeket állapítja meg ez az ének, hogy megölt Saul 1000 embert, Dávid 10000 embert. Mert miért volt képes megölni? Ki tette képessé megölni? A teljes igazság az lenne, ha Isten nevét foglalnák bele az énekbe. És nem véletlen az, hogy ennek a gyanútlan, jóhiszemű éneknek ilyen ahhoz következménye is lesz. Mert aki nincs tekintettel Istenre és az ő nagy tetteire, az általában nem tud tekintettel lenni másokra sem. A jellemző ez a figyelmetlenség, mert ebben az is volt, ez a felszínesség, és az, hogy akarva, akaratlanul állt másoknak. Azért érdemes ezt észrevennünk, anélkül, hogy ezt most tovább részleteznénk, mert mindannyiunkkal előfordult már az, hogy kiszaladt a szánkon valami, amivel valakin sebet ütöttünk, ami miatt valaki szomorú lett, vagy talán még harag és gyűlölet is ébredt a szívünkben. Mert nem voltunk tekintettel mindenre és mindenkire. Mert figyelmetlenek voltunk. Ezért írja Pál apostol olyan nagyon keményen, és ugyanakkor nagyon konkrétan és pontosan, hogy semmi romlott beszéd a szátokból ki ne jöjjön, csak ami hasznos, a szükséges építése, hogy áldásul legyen a hallgatónak. Mert ha nem hasznos, nem szükséges és nem épít, akkor átokká lesz és nem áldássá. Mint ahogy itt átokká lett Saul számára, és gyűlölet született belőle. Bárcsak Isten lelke vezetné mindig ezt a kicsiny tagot is, ahogy Jakab írja, a nyelvünket is, és akkor áldásul lenne a hallgatóknak. Nem szabad, testvérek, olyan könnyelműen és felelőtlenül locsogni, fecsegni, ahogy azt sokszor csináljuk. Nem kell feltétlenül elmondani valakinek, akivel találkozunk, hogy éppen előtte találkoztunk azzal, akiről ő érdeklődik, és mit mondott róla. Az emberi butaság és lelketlenség az oka annak, hogy ilyenkor sokan nem értik, hogy miért nem mondtam volna el neki, hiszen hallottam, és ott mondta el. Épít, szükséges, hasznos, akkor mondjam. Akkor viszont mondjam azt is, amit néha nehéz kimondani. Mert ugyanilyen bűnünk az, hogy hallgatunk, amikor valami segítő, bátorító, netalán életmentő, örök életre megmentő mondani való hagyhatná el a szánkat, és azon áldás lenne. Isten lelke tegye világossá számunkra, ha ez a bűn ismétlődik az életünkben, és segítsen minket úgy beszélni, hogy az áldás legyen. A másik, amit meg kell néznünk szintén, hogy azért Saul oldalán se volt minden rendben. Miért fájt neki az, hogy elmondták az igazságot? Mert ebben az igazság az volt, az egész úgy nem maga az igazság, de az igaz volt, hogy Dávid vitézebbül harcolt ott, mint Saul. Miért fáj ez neki? Azért, mert ő a király, akkor neki kell megölnie a legtöbb ellenséget? Vagy ha nem így történt, akkor is a krónikásoknak úgy kell följegyezniük, hogy a király ölte meg a legtöbbet? Hát nem az felel meg a valóságnak. Miért nem tudja elviselni az igazságot?
Mert hiú. Mert büszke és gőgös. És az ilyen ember nem bírja elviselni az igazságot. Az ilyen ember nem tud örülni a másik sikerének, még akkor sem, hogyha az ő érdekében tett erőfeszítéseket a másik. Hát nem az lett volna az egyetlen értelmes reagálása Saulnak, hogy de jó választás volt, hogy ezt a Dávidot tettem a sereg egy részének a vezetőjévé. Lehet, hogy ő lesz később az egész sereg vezetője. Ilyen katona kell nekem. Ő jön csak meg 10-szer, 100-szor annyit, mint én. Nem ez lett volna az értelmes dolog? Csak hogy nem az értelmével dönt már a hiú és gőgös ember, hanem az indulatai vannak ott mögötte. És sokszor nem is látja tisztán a valóságot. Ködereszkedik a gőgösök agyára, és képtelenek tárgyilagosan ítélni. Még ha a saját érdekükről van szó, akkor sem helyesen ítélnek sokszor. Valaki megmondta nekünk, tegyük fel, hogy ne haragudj, de úgy, ahogy a múltkor te viselkedtél, nem lehet viselkedni. És ezen megsértődik valaki. Hát nem meg kellene köszönni? Igaza van, tényleg nem jól viselkedtem. Nem szeretnék legközelebb ilyen idétlen lenni. De jó, hogy megmondta. És ha nem azonnal születik is meg bennünk ez a megállapítás, legalább utólag eljutunk-e ide. Nem esett jól, hogy rám olvasta, nem gondoltam, hogy annyira idétlen szoktam lenni, de nem akarok ilyen maradni. Tulajdonképpen jót tett velem, hogy megmondta. Miért nem vettem észre magam? Nem vettem észre. De jó, hogy most már tudom. És ha szeretetlenül mondta meg, hát az az ő dolga, hogy mondta meg. Az enyém az, hogy fogadom. És hogy mi lesz belőle, mi lesz a folytatása. Készek vagyunk-e igazat adni azoknak, akik megmondják rólunk vagy nekünk az igazságot? Mert ez a kérdés így is hangozhat, hogy készek vagyunk-e igazat adni Istennek, amikor elénk tartja az igazság tökéletes törvényét, és az ő igéjével például leleplezi egyik-másik bűnünket, hibánkat, gyengeségünket. Ez kegyelem. Akik tapasztaljuk azt, hogy Isten az ő igéjével, meg sok más eszközzel is így időnként tükröt tart elénk, azok tudjuk, hogy milyen nagy kegyelem. Mert ez azt jelenti, hogy még mindig nem mondott le rólunk. Még mindig csiszol, formál, tisztogat. Még mindig olyanná akar formálni, amilyennek elgondolt. És de jó, ha egy kicsit is közelebb kerülök ahhoz. Jól esik, nem esik jól, ez mellékes. Az, hogy mi a célja, mi lehet belőle. Csak hát az önteltség, a gőgés, a hiúság, az lehetetlenné teszi ezt. Az ilyen embereken nem lehet segíteni. Mit vált ki belőlünk, ha néha szembesítenek az igazsággal? Mert csak azt válthatja ki, ami bennünk van. Saulból haragot, gyűlöletet, gyilkos indulatokat váltott ki. Ott van-e bennünk az az alázat, hogy Uram, köszönöm, hogy rámutattál egyik-másik bűnömre, pontosan ilyen nem akarok maradni. Adjál erőt a változáshoz. Az ilyen ember fejlődőképes. És lelkileg a hitben sem lehet másként fejlődni. Csak úgy, ha valaki állandóan kész, most már kimondom ezt a szót, a bűnbánatra. Rámutatnak egy bűnömre, akkor nem védőbeszédet kell tartani, hanem bűnvalló imádságot kell mondani. Így van, igaz, sajnos, hogy igaz, remélem, hogy fél év múlva már nem lesz igaz, nem lesz rám jellemző. Szeretnék növekedni, gyarapodni, tisztulni, előre jutni a lelkiekben is. Mert, és ezt észre kell itt vennünk, Saul itt Isten akaratával került szembe, amikor nem adott igazat annak, ami elhangzott. Mert Isten akarata az volt, hogy Dávid legyen a király. Egyelőre ő még nem is tudja, hogy milyen igazat mond,
hogy már csak az hiányzik, hogy a királyság is az övé legyen. Itt Dávid már Isten fölkent királya. Ezt még senki más nem tudja, csak Sámuel proféta, aki Isten parancsára felkente őt királyá, meg ő, meg a szűk családi kör, ahol ez megtörtént. Ez még nem nyilvános. Itt Saul még nem tudja. De lehet, hogy valamit már sejt. Mert gyanús ez azért, hogy akár mit csinál Dávid, azon Isten áldása van. Akár hova megy, onnan sikerrel tér vissza. És most emiatt is féltékenynek kell lennie. Hát az ő beosztotja. Neki hozza a hasznot, neki aratja a győzelmeket. Megint az elsötétült elme, amikor a szív tele van önteltséggel és féltékenységgel. Saul itt Isten akaratával kerül szembe. Ez a másik kérdése ennek az igének hozzánk, miután a nyelvünk bűneit érintettük, hogy vajon készek vagyunk-e igazat adni Istennek. Egyáltalán olvassuk-e, és így olvassuk-e az ő igéjét, hogy tudom, Uram, hogy az ige tükör is, sok más haszna is van, tartsd elém a te tükrödet, a te igéd igazat mond, és én neked mindig kész vagyok igazat adni. Veled szemben soha nincsen igazam, és nem akarom védeni az úgy vélt igazamat. Neked van igazad. Köszönöm, hogy foglalkozol velem, nevelj csak, tisztogass csak, míg nem kiábrázolódik rajtam a Krisztus. A harmadik, amit vegyünk észre, és ez talán a legszörnyűbb itt, hogy Saul ezzel az ellenállásával lejtőre lép, és lejtőn a testek egyenletesen gyorsuló mozgással mozognak, mégpedig egy bizonyos irányba lefelé, ha csak valami külső erő meg nem állítja őket. Először csak rosszul esik, keserű lesz, irigy lesz, aztán harag támad a szívében, aztán gyűlölni kezdi Dávidot, és utána mindent elkövet, hogy megölje. Potenciális gyilkos. Állandó gyilkos indulat van benne, azzal szemben, aki a legtöbb jót szerezte neki abban az időben. Megint érthetetlen az egész. Ez viszont törvényszerű. Ha valaki helyet ad a szívében a haragnak, ha azonosul a haragjával, ami föllobban benne akármi miatt, akkor az megkötözi. Attól kezdve már nem ő uralkodik az indulatain és gondolatain, Saulnak minden gondolata ettől kezdve e körül forog, hogy lehetne elpusztítani Dávidot. Ha az egész fejezetet olvastam volna, vagy aki olvasta, az megrémülhet, ez az első kísérlet, hogy Dávid ugye zeneterápiát gyakorol, amikor rájött a depresszió, vagy valamilyen roham, vagy a szorongás Saulra, akkor Dávidot hivatta, hogy pengesse neki azt a bizonyos pengető hangszert. Muzsikáljon neki. Ezt teszi itt is, és még ekkor is ez a gondolat foglalkoztatja Sault, fogja a dárdáját, hogy oda szögezi Dávidot a falhoz. Még kimondani is borzasztó, az ember látja mindjárt maga előtt, és végig szalad a hideg a hátán. Milyen ördögi indulat kell ehhez? A jól tevőjét meg akarja ölni, ráadásul ilyen módon. Ez nem sikerül. Dávid elhajol, Isten kegyelmesen megőrzi. Akkor kinevezi ezredessé. Az a hadsereg parancsnok helyettese volt. Miért? Mert így az életének a nagyobbik részét a harctereken kell töltenie, majd csak megöli valamelyik filiszteus. Tisztára az az indulat, mint Dávidban később volt Úriással szemben. Csak Dávid összeomlott, mikor erre rájött, és megbánta a bűnét töredelmesen. Szóval Saul keze tiszta a vértől, ő nem állt Dávidnak, csak mint egy száműzi a harctérre, előbb-utóbb majd csak jön egy jó hír, hogy Dávid ott maradt a csatatéren. Nem jön ilyen hír. Akkor a saját lányát akarja fölhasználni ellene. Hogy legyen Dávid az ő veje, hozzáadja az idősebbik lányát. De közben máshoz adja feleségül,
ez a legnagyobb megaláztatás volt, provokálva ezzel Dávidot, hogy hát ha most elkövet valami olyan butaságot indulatában, ami miatt aztán joggal, törvény szerint ki lehet őt végezni. Dávid nem követel butaságot, alázatos marad. Akkor kiderül, hogy a másik lánya szerelmes lett Dávidba. Jó, de akkor Saul olyan jegyajándékot kér, hogy legalább 100 filiszteust meg kell ölnie, ellenőrizhető módon. Valamelyik csak leüti Dávidot, nem üti le. Sikerül a 100 filiszteus, sőt még többet megölnie, feleségül kapja Saulnak a lányát. A legkülönbözőbb kísérleteket, és ahelyett, hogy a kormányzó a kormányzással foglalkoznék, ahelyett, hogy a király uralkodna, egy ilyen kicsinyes, sötét, gyilkos tervet, szöveget állandóan, hogy lehet eltenni lábalól azt, aki az egyik legnagyobb jóltevője, akire ő tulajdonképpen minden ok nélkül haragszik. Becsavarodott teljesen. Ide vezet az, ha valaki helyet ad a szívében a haragnak. Az előbb az Efézusi Levél 4. részének a 29. versét idéztem, a nyelvből közvetlenül előtte a 26. 27. versben van az, hogy ám haragudjatok, írja az apostol, de ne vétkezzetek, kettős pont, vagyis ne adjatok helyet a haragnak a szívetekben, ne menjen le a nap a ti haragotokon. És mi jön utána? Se az ördögnek ne adjatok helyet. Ám haragudjatok. Ez előfordulhat bármelyikünkkel. Megbántottak, megharagudtam. De mi lesz utána? Konzerválom-e a haragot? Vagy pedig azt mondom, hogy kiváló alkalom arra, hogy megbocsássak. Gyakorolom a megbocsátást. És mindenkinek így jó. Annak is, aki meghallgatott, akit megbántottak, megsértettek, meg mindenkinek. Ha nem, ha tartja a haragot, attól kezdve a harag tartja a kezében őt. És jön a lavina. Jön a gyűlölködés, és eluralkodik rajta ez az indulat. Nem részletezem ezt sem tovább. Boldog ember az, aki fölismeri magában az erre való hajlamot. Mindannyian hajlamosak vagyunk a sértődésre, az érzékenykedésre. Bár más tekintetben lennénk érzékenyek, például arra, hogy a másiknak a nyomorúságát észrevegyük és enyhítsük. De mindenki hajlamos a sértődékenységre és az érzékenykedésre. És mindnyájunkkal előfordul, hogy olyan történik, ami miatt megharagszunk. Jusson eszünkbe, hogy kiváló alkalom a megbocsátásra. Ha nem bántottak volna meg, sose tudnék megbocsátani. Gyakorolhatom a megbocsátást. Azt, amiből élek, hogy az Isten megbocsát naponta nekem. Mert ha ő haragtartó lenne, már rég végünk lenne. Persze ehhez éppen ez kell, hogy valaki egyszer úgy a szíve mélyéig átélje az Isten bűnbocsátó irgalmát. Az ilyen ember lesz egyre gazdagabb arra, hogy ő is tud elengedni, megbocsátani, átlépni a sérelmeken. Nem a gödörket számolja, amik az úton vannak, hanem a cél lebeg a szeme előtt, ahova meg akar érkezni. És átlép a gödörkön, árkokon, és megy jókedvűen előre. Annak telik megbocsátani, aki Istentől sok bocsánatot kér és kap, és komolyan veszi, hogy azt megkapta. És végül még arra figyeljünk oda egész röviden, hogy hogyan viselkedik ebben a helyzetben Dávid. Nem viselkedik. Ő egyszerűen az, aki. Saulban dúl a vihar, Dávid szívében nagy csend van. Saul egyre jobban fél tőle, érdekes pedig ő volt a király. Dávidban nyugalom van. Saul meg akarja őt ölni, Dávid pedig mindig kész neki segíteni. Mindig azzal, amit kér. Kiküldi a harctérre csatázni, megy.
Most szükség van a terápiára, akkor előveszi a hangszert és muzsikál. Most nincs szükség semmire, akkor veszteg marad. Teszi a dolgát. Pedig ő már tudja, hogy ő Izrael felkent királya Isten akaratából. De most még Saul a király. És Dávid tudja, hogy most még hol a helye. Most még ő alattvaló, és őszintén szolgálja Sault, a királyt. Ő a fölkent király. Majd eljön az ideje. Mert Isten jelöli ki mindannyiunk helyét, és Isten határozza meg a terminusokat, az időpontokat. Isten kezében van az életünk, Saul is, meg Dávid is, meg az események is, és ő tudja, hogy mikor minek van az ideje, csak ő tudja, hogy mikor minek van az ideje. Akkor legjobb, ha ő ránéz, az, aki benne hisz, és mindig azt teszi, aminek akkor van az ideje. Dávid tehát a helyén van, és nem nyugtalankodik, nem idegeskedik, most sem, és később sem. Készüljünk ezen a héten talán a szokottnál komolyabban is az úrvacsorára. Óvakodjunk minden meggondolatlan megjegyzéstől, csak az jöjjön ki a szánkon, ami hasznos a szükséges építésre. Aztán, ha megmondják az igazságot, akkor próbáljunk nem megsértődni, hanem megváltozni. Jó irányba, fölhasználva azt is, amit a szemünkbe mondtak. Ha pedig Isten tartja elénk az igazság tökéletes tükrét, különösen is legyünk hálásak neki, és adjunk igazat neki. A haragnak pedig sose adjunk helyet. Az előfordul, hogy haragra lobbanunk, de az ne forduljon elő, hogy konzerváljuk, tartósítjuk magunkban, mert akkor lejtőre kerülünk, és vége mindennek. Ennek ellenállni csak a lejtő tetején lehet, amíg nem tartósítottuk a haragot. Dávidtól pedig tanuljuk meg, hogy akinek igazi közössége van az élő Istennel, aki valóban kész neki mindig mindenben engedelmeskedni, az nem fél, még ilyen körülmények között sem, állandó fenyegetettségben sem, annak védelme a mindenható, az túlél mindent. És mi tudjuk az Úr Jézustól, hogy az ilyen ember túléli a halálát is, mert örök életet adott nekünk az Isten. Imádkozzunk! Istenünk, bűnbánattal valljuk meg, hogy olyan sokszor mi használjuk a nyelvünket, és talán eszünkbe sem jutott, hogy azt mindenestől rendeljük alá a Te uralmadnak. De most alázatosan kérünk, hogy a Te szent lelked irányítsa a gondolatainkat is, a beszédünket is, a mögötte levő indulatokat is. Sőt, azt kérjük tőled alázatosan, amit a Te igédben ígérsz is, hogy az az indulat legyen bennünk, ami a Krisztus Jézusban. És akkor tiszta lesz a beszédünk, akkor tudunk megbocsátani, akkor a helyünkön leszünk, és tudunk helyesen gondolkozni, cselekedni, és akkor áldás lesz az, hogy vagyunk, az, amit teszünk, az, amit mondunk. Éberzd bennünk, Istenünk, őszinte vágyakozást az ilyen élete, és engedd, hogy ez meg is valósuljon. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk mindnyájan a legszemélyesebb terheinket, gondjainkat, nehézségeinket. Kiáltunk hozzád azokért, akik különösen nehéz helyzetben vannak, súlyos beteg testvéreinkért, akik maguk is sejtik, hogy emberi segítség már nincs, hadd tudjanak a hitükkel még inkább beléd kapaszkodni. Könyörgünk a nélkülözőkért, félelmek között élőkért, és könyörgünk azokért, akiket a gyűlöletük motivál. Hálát adunk neked a te igédért, szeretnénk látatlanba előre mindig igazat adni neked, és annak, amit az igében mondasz. Engedd, hogy egyre jobban értsük azt,
egyre alázatosabban és bátrabban magunkra alkalmazzuk, és legyen a számunkra valóban az élet beszéde. Tőled kérünk erőt, helyes döntéseket, békességet a jövő hét minden feladatához is. Segíts, hogy valóban a te dicsőségedre éljünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül énekeljünk egy olyan éneket, amelyik arról szól, hogy a kísértéseink között hogy állhatunk meg, és hogy kaphatunk mégis győzelmet. A 461. éneket énekeljük, különösen az a verse muzsikált bennem készülés közben, hogy az én erőm kicsiny, a bűn erős nagyon, de nem itt van a vége, hanem úgy folytatódik, hogy te viszont tudsz és akarsz segíteni, hát segíts bajomon. A 461. énekeljük végig. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestül,
és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!